A tervtanács tagjainak megbízó leveleit adták át ma a Városházán. Két új szakemberrel bővült a szakmai tanács. A megbízó leveleket Szemereiné Pataki Klaudia polgármester adta át mind az új, mind a már meglévő tagoknak. A városvezető megköszönte a tervtanács szakmai munkáját. Mint fogalmazott, a város nagyfejlődési pályára lépett, Kecskemét építészeti kultúrája országosan és nemzetközi szinten is több elismerést kapott, ami visszaigazolja a tanács munkáját. Kecskeméten 16 éve működik már a szakmai tanácsadó testület, melynek elsődleges feladata a tanácsadás mellett az építészeti folyamatok vizsgálása. Öveges László főépítész a megbízó levelek átadásán elmondta, a tervtanácsban olyan építészek dolgoznak, akiknek nem csak végzettségük megfelelő, hanem a napi gyakorlatban is építészként élnek, dolgoznak. Hozzátette, fontos, hogy a tervtanács időről időre megújuljon, kellenek a fiatal, a középkorú és a tapasztalt tagok. Ezúttal fontos szempont volt az is, hogy ne csak kizárólag kecskeméti szakemberek szerepeljenek a tanács tagjai között. A helyi tervtanács elsősorban a tervezőnek és a beruházónak nyújt a tervezés szakaszában szakmai segítséget, szem előtt tartva Kecskemét építészeti hagyományait.